Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket az ATV világíradójában. Házi karanténba vonult Boris Johnson főtanácsadója, mert jelentkeztek nála a koronavírus enyhe tünetei. A spanyolok tovább szigorítanak, a franciák pedig azt vizsgálják, hogy mikor kezdhet csökkenni az új esetek száma. Alig voltak London utcáin hétfő reggel, egy héttel az országos vesztegzár bevezetése után. Bár a korlátozásokat 3 hetente felülvizsgálják, egy szakértő szerint hónapokig érvényben lehetnek. Országszerte átmeneti kórházakat alakítottak ki, és állítólag napokon belül új teszttel állnak elő. A kormány 30 millió háztartásba küld levelet, hogy a szabályokról tájékoztasson. A londoni BT Tower adótorony azt hirdeti, mindenki maradjon otthon. Ezt kérte a miniszterelnök is, aki szintén megfertőződött, ezért házi karanténból vezeti a kormányt. Most videó üzenetben mondott köszönetet a patikusoknak, a boltosoknak, az egészségügyben dolgozóknak, köztük a nyugállományból visszatérőknek és önkénteseknek. Változatlanul az a célunk, hogy késleltessük a vírus terjedését, csökkentsük a nyomást az egészségügyön, és reméljük, hogy ezzel sok ezer életet megmenthetünk. Köszönöm mindenkinek, aki otthon marad, a vasúti forgalom 95%-kal, a buszoké 75%-kal csökkent, mondta a kormányfő. Közben Spanyolországba több mint 4 millió kínai arcmaszk érkezett szombaton. Aznap, amikor a holland kormány bejelentette, 100 000-vel hívott vissza kínai maszkokat, mert hibásak. Vasárnap Sanghajba küldtek egy másik spanyol gépet további készletekért, illetve Csehországból kaptak 10 000 védőfelszerelést a spanyol egészségügyi dolgozók. A spanyol kormányfő a hétvégén bejelentette, hogy 2 hétig mindenkinek otthon kell maradnia, akinek a munkája nem létszükség. Erre az időre is kapnak fizetést, de később le kell dolgozniuk. Madridban vízágyúkkal fertőtlenítik az utcákat. Közben műholdképek alapján az látszik, a korlátozások miatt több európai városban is tisztul a levegő. A légszennyezettség szerepet játszik a magas vérnyomás, cukorbetegség és a tüdőbetegségek kialakulásában. Aki ezektől szenved, jobban ki van téve a koronavírusnak, mondta az Európai Népegészségügyi Szövetség kampányfelelőse. A francia egészségügy nehezen bírja a terhelést, ezért Macron elnök a hadsereget is mozgósította. Egyik feladatuk, hogy a leterhelt kórházakból az ország más részeire, esetleg külföldre szállítsák a súlyos állapotú koronavírusos betegeket további kezelésre. Németország is átvett francia betegeket, amit a párizsi kormány az európai szolidaritás példájaként méltatott. Korábbi elképzeléseivel ellentétben április végéig meghosszabbította az otthonmaradásra vonatkozó iránymutatásait Donald Trump, miután a fertőzöttek száma átlépte a 142 000-et az Egyesült Államokban. A járvány gyors terjedése miatt több amerikai nagyvállalat elkezdett átállni lélegeztetőgépek és más sürgősségi eszközök gyártására. Készen állok, hogy mindent megtegyek, ami szükséges, először is az életek megmentése érdekében, másodszor pedig a gazdaság megerősítésére, hogy olyan legyen, mint amilyen ezelőtt volt, mondta Donald Trump, miután vasárnap bejelentette, hogy április végéig meghosszabbítja az otthoni tartózkodásra vonatkozó iránymutatásait. Ezzel feladta korábbi, sokat kritizált tervét, amely alapján április közepére már újra akarta indítani a gazdaságot. Az elnök azután változtatott a tervén, hogy a fertőző betegségek egyik szakértője szerint a 200 000-et is elérheti a koronavírus halálos áldozatainak száma az Egyesült Államokban. Hétfőre a fertőzöttek száma meghaladta a 142 000-et az országban, ami több, mint bármely más országban. A halálos áldozatok aránya azonban jóval alacsonyabb az Olaszországban mért 10%-nál. Eddig közel 2500-an vesztették életüket, ami a teljes megbetegedések nagyjából 1,5%-a. Az orvosok ennek ellenére megrázó tapasztalatokról számolnak be. Sokan olyan állapotban jöttek be a kórházba, hogy normális esetben pár nap alatt jobban lettek volna, ehelyett a kórházban romlott az állapotuk, és nem normális az, hogy többen meghaltak, érzékenyült el egy New Orleans-i sürgősségi orvos, aki szerint most 8-szor annyian vesztik életüket a kórházban, mint a járvány előtt.
Trump arra is figyelmeztetett, hogy a körülmények miatt nőhet a depresszió miatti öngyilkosságok és a drogfüggők száma. Az Egyesült Államok orvosai azt tanácsolták, hogy az új koronavírus visszaszorítása érdekében garantálják a széleskörű tesztelést. Az elnök felszólította a General Motors autógyártót, hogy kezdjen lélegeztetőgépek gyártásába. A cég szerint nyárra havi 10 000 gépet fognak tudni legyártani, és nem lesz rajta nyereségük. Aki teheti, vidékre utazik Moszkvából, miután a koronavírus megbetegedések száma áttépte az 1000-et, és otthonmaradásra szólították fel a lakosokat. Az ország határait lezárták, a miniszterelnök pedig a többi régió vezetőit is arra kérte, fontolják meg a fővároshoz hasonló korlátozó intézkedések bevezetését. A szokásosnál több autó közlekedik az orosz autópályákon. A megnövekedett forgalom oka, hogy aki teheti, igyekszik a kevésbé sűrű lakott vidéki területekre utazni a koronavírus járvány elől. Pánik azonban nincs az utakon. Ez a helyzet nincs ok a pánikra, mi sem pánikolunk, csak igyekszünk minimálisra csökkenteni a megfertőződés lehetőségét, mondta egy autós. Közben Mihail Misusztyin, orosz miniszterelnök arra kérte a regionális vezetést, hogy fontolják meg a Moszkvában alkalmazott korlátozó intézkedések bevezetését. A fővárosban vasárnap jelentettek be részleges zárlatot, és arra szólították fel a lakosokat, hogy maradjanak otthon, miután a fertőzések száma átlépte az 1000-et. Arra kérem az orosz régiók vezetőit, hogy dolgozzák ki az ilyen intézkedések bevezetését a régiójukban, mondta a miniszterelnök. Az orosz ortodox egyház vezetői is az otthonmaradásra szólították fel híveiket, és arra is kérték őket, hogy kövessék az egészségügyi szervezetek iránymutatásait. Kivételes módon együttműködött Ukrajna és Oroszország az állampolgáraik hazajutása érdekében, mielőtt mindkét ország lezárta a határait. Az utolsó Kijevből érkező vonaton körülbelül 700-an érkeztek Moszkvába, visszafelé pedig az ukrán állampolgárok utazhattak haza. A moszkvai hatóságok arra hívták fel a figyelmet, hogy a betegeknek csupán 15%-a 65 év feletti, a mesterséges lélegeztetésre szorulóknak pedig 40%-a 40 év alatti, így nem igaz, hogy csak az idősek szenvednek a betegségtől. Az még nem világos, hogy a moszkvai helyzet valóban ellentmond-e a globális trendeknek, mert nem hozták nyilvánosságra a mesterséges lélegeztetésre szorulók számát. Zavargásokhoz vezetett Kínában, hogy feloldották a koronavírus miatt bevezetett utazási korlátozásokat. Sok helyen nem akarják fogadni a Hubeiből érkező munkásokat. Az egyik szomszédos tartományba vezető hídnál két város rendőrei csaptak össze, miközben több százan támadtak rájuk és borították fel autóikat. Megkezdték az utazási korlátozások feloldását a kínai Hubei tartományban. Szerdán az autópályákat nyitották meg, vasárnap a belföldi repülőjáratok is elindultak. Kivéve Wuhanban, ahol először jelent meg a koronavírus. A korábban ott rekedt embereket buszokkal evakuálják. Miután megkaptuk a kérelmeket, leteszteljük azokat, akiknél letelt a kéthetes karantén. Az egészségeseket csoportokban engedjük haza az állandó lakhelyükre, mondta egy tisztviselő. A 11 milliós tartományi fővárosban továbbra is 2 méter magas műanyag barikádok választják el egymástól a lakónegyedeket, amelyekhez egy ponton biztosítottak bejutást. Így könnyebben tudták ellenőrizni a korábbi kijárási tilalom betartását. Itt születtem és nőttem fel, ez az otthonom, itt élnek a rokonaim és barátaim. Mind ugyanazzal a veszéllyel néznek szembe, és mindenki tehetetlennek érzi magát. Mondta egy acélkereskedő, aki szerint szívszorító így látni Wuhant. A városban újra nyitottak a boltok és a bevásárlóközpontok. A legnagyobb plázánál táblával figyelmeztették a vásárlókat, viseljenek maszkot és tartsanak távolságot. Belépés előtt mindenki a telefonjával igazolta, hogy egészséges, és mindenkinél lázat mértek. Izgatott vagyok, a pláza megnyitása miatt úgy érzem, kezd visszatérni az élet a városba. Mindenki nagyon sokáig volt otthon, bár a korlátozások egy része április 8-áig még hatályban van, tennünk kell valamit, hogy feléledjünk, mondta ez a nő. A hét utolsó 4 napján az új esetek száma csökkent Kínában. Vasárnap 31 új betegről számoltak be,
akik közül 30 külföldön fertőződött meg. Világhíradónk végén megköszönöm figyelmüket, és emlékeztetek arra, hogy 17 óra 25-kor jelentkezünk a ma délutáni első híradóval itt az ATV-n. Addig is legyen szép a napjuk, nézzenek minket!